Negyedik feladat, készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy az 1970-es években melyik tanár keze alatt végzett egynél több osztály. Bocsi. Na még egyszer, tehát 70-es években. Oké, tehát először szedjük részekre a dolgot. Hopp, ezt elfelejtettem bezárni. Azt mondja, hogy lekérdezés létrehozása, méghozzá tervező nézetben, azt mondja, hogy kell az osztály. De a... Igen, mert ebben vannak az évek. Tehát osztályt hozzáadjuk. Azt mondja, hogy tanár, persze, mert kell, hogy megmondjuk, hogy hány tanár, de hát az osztályt és a tanítja kell hozzá a kapcsolótábla is. Tehát az osztály tanár tanítja kell, hiszen a tanár nevére vagyunk melyik tanár kíváncsi, tehát erre a névre vagyunk kíváncsi, és arra, hogy gyakorlatilag hogy volt, azt mondja, 70-es években melyik tanár keze alatt végzett ennél több osztály, tehát hogyha 69-ben kezdte, tehát nekünk a végzés évét kell majd vizsgálnunk, méghozzá a 70-es évek, tehát az azt jelenti, hogy én maradok az egyszerű parasztos megoldásnál, nagyobb, mint 70, és a végzés éve kisebb, egyenlő, mivel 70-es évek, kisebb egyenlő, mint 1979. Na nézzük csak meg, hogy mit is kaptam. Így van, 79, 79, 70, tehát itt mindenki a végzés événél a 70-es években vagyunk. Nagyon jó. Na most egyébként, hogyha ezt itt elmented, azt mondja négy tanár néven, jobb egér gomb, mentés, négy tanár, és esetleg bezárod, és utána újra nyitod, akkor kicsit átalakította, ott egy helyre tette, hogy végzés éve, ezt utána már akár le is törölheted. Sajnos az előző verziók ezt törölték is egyébként úgy, ahogy van. Tehát kijelöltem itt fönt, hogy a fekete nyírra kattintva, és erre nincs is szükség. Így is leírhattad volna, sőt, akkor most már, ha már tanítunk, akkor van a szép kis between szó angolul, between, és azt mondhatnád, hogy 1970 and 1979. Ez is működött volna, tehát így is ért a adatbázis kezelő. Sose jut eszembe a between szó egyébként, most is csak teljesen véletlenül. Na tehát végzés éve, meg vagyunk. Csak hogy nekem csak azok a tanárok kellenek, akik a tanítjában egynél többször szerepelnek, tehát több olyan végzős osztályt is tanított. Tehát azt jelenti, hogy a tanítjánál az ID-kat össze kell számolnom először is, tehát leteszem azért az ID-kat, mert ugye az mondja meg a sorok számát igazából pontosan, tehát ha countról van szó, tehát összeszámolásról, akkor mindig az ID-t számoljuk össze, szerintem. Összesítés, mert ugye a lekérdezésben az egyszerű választó lekérdezést összesítésre kell áthúznom. Természetesen a feltétel az nem csoportként fog szerepelni, hanem mint feltétel, tehát átállítjuk verre, tehát hogy ahol ez a feltétel teljesül, és az ID-ket pedig azt mondtuk, hogy össze kell számolni, tehát meg kéne számolni. Na nézzük meg így az eredményt, és látjuk, hogy itt van olyan, aki egy, van, aki kettő, van, aki három osztályt is tanított, de nekem csak azokat kell megjeleníteni, akik több, mint egy osztályt tanítottak. Tehát itt van a megoldás és magyarázata és a végeredmény. Ctrl-S, mert ezt menteni akartam, bezárom, és készen vagyok a feladat megoldására.